Exponenciális egyenletek a második típusból, ötös feladat D pontja. Ez már nem olyan, mint az egyes típus, hogy mindkét oldalon egy tag szerepel, hanem itt több tag is van. Ilyenkor úgy alakítjuk az egyenletet, hogy minden hatványnak a kitevőjében csak x-es tag maradjon. Tehát eltávolítjuk a nem x-es tagokat a kitevőből. A hatványozás azonossága alapján, hogyha össze van adva a kitevőben két szám, akkor az úgy is bontható, hogy az egyikre emeljük, meg a másikra emeljük, és ezeket összeszorozzuk. Most már mindenhol 3 az x-ediken szerepel. Itt új ismeretlen is bevezethető lenne. De most csináljuk anélkül. 3 az x-edikent kiemelek. Az első tagból 1 marad, a második tagból 3, a harmadik tagból 3 a négyzeten, ami 9, a negyedik tagból 3 a harmadikon, ami 27. 27 meg 3 az 30, meg 10 az 40. Tehát ez 3 az x-ediken szer 40. 40-nel mindkét oldal lehozható. Bal oldalon 3-as alapú hatvány szerepel. A jobb oldal is felhasználható 3-as alapú hatványként 3 a mínusz elsőn. A két hatványnak azonos az alapja, ezért a kitevőknek is meg kell egyezniük, mert a 3 az x-ediken függvény szigorúan monoton. Méghozzá növekvő. Tehát x egyenlő mínusz 1. Itt a kiemeléssel azt csinálhattuk volna, hogy összevonunk, mivel minden tag 3 az x-ediken tartalmaz, ez egyszer 3 az x-ediken, ez 3x3 az x-ediken, ez 9x3 az x-ediken, ez pedig 27x3 az x-ediken, ez összesen 40x3 az x-ediken. A harmadik módszer pedig az, hogy ennél a sornál új ismeretlent vezetünk be, az y betű például jelentse a 3 az x-ediket. Ebben az esetben ez a sor úgy néz ki, hogy y meg 3y meg 9y meg 27y. Bal oldalon összesen 40y van, ez 43, lehoztunk 40-nel, y egyenlő 1/3. Visszahelyettesítjük ide az y-t, 1/3 egyenlő 3 az x-ediken. Az 1/3 3-nak a mínusz első hatványa, és hasonlóan, mint az előbb, ebből is kijön az, hogy x egyenlő mínusz 1. G. Itt is több tag szerepel egy-egy oldalon, nem csak egy. Itt a kitevőben csak x szerepel, tehát itt nem kell eltávolítani a kitevőből a nem x-es tagokat. Viszont nem azonosak a hatvány alapok, legalábbis azok, amiknek a kitevője x. Ezeket alakítsuk azonos alapúvá, ez a 2-es alap lesz. A 4 az 2 a másodikon. Itt a kitevőket össze kell szorozni, de nem szorzom össze, hanem mivel szorzásban felcserélhetők a tényezők, tehát 2x ugyanúgy, mint x-szer 2, itt a kitevőket felcserélem, mindjárt kiderül, hogy miért. Azért, hogy itt is 2 az x-ediken, és itt is 2 az x-ediken szerepeljen. És ebben a pillanatban, ugyanúgy, mint az előző feladatban, be lehet vezetni egy új ismeretlent a 2 az x-ediken helyébe, amit most y-nál jelölök. Az egyenlet akkor y-nal úgy néz ki, hogy 10y mínusz y négyzet egyenlő 16. Ez egy másodfokú egyenlet y-ban, ezért nullára rendezem. 0 egyenlő y négyzet mínusz 10y meg 16. Ez megoldó képlettel gyorsan megoldható.
100-ból 64 az 36, annak a gyöke 6, 10 meg 6 az 16 per 2 az 8, 10-ből 6 az 4 per 2 az 2. Ha ellenőrzöm, 8 meg 2 az valóban a mínusz 10 ellentétje, tehát 10, és 8-szor 2 az 16, Fiat formulák alapján. Tehát 8 és 2 jött ki y-ra, ide visszahelyettesítek, amikor bevezettem az új ismeretlen, tehát 2 az x-eriken egyenlő y. Tehát 2 az x-eriken egyenlő y, az egyik y a 8, a másik a 2. Ezek már az első típusú egyenletekbe tartoznak, 2 az x-eriken egyenlő 2 a harmadikon, a szigorú monotonitás miatt x egyenlő 3. 2 az x-eriken egyenlő 2 az első, újabb szigorú monoton növekedés, x egyenlő 1. L feladat következik. 9 az x plusz 1 kettedike, plusz 26 szor 3 az x minusz 1-ből 1 egyenlő 0. Itt is 3 tag szerepel, tehát nem lehet úgy rendezni, hogy mindkét oldalon csak egy tag maradjon, ezért a második típusba tartozik, ahol ugye az a feladatunk, hogy a kitevőben csak x-es tag maradjon, és lehetőleg minden x kitevőjű hatvány azonos alappal rendelkezzen. Ezzel az x nélküli kitevőssel nem kell foglalkozni. A 9 és a 3 3-as alapú hatvánnyal alakítható. A 9 helyett 3 a négyzeten írok. Itt a kitevőt ugye úgy érdemes alakítani, hogy csak x maradjon. Tehát átalakítom úgy, hogy 3 az x-eriken, per 3 az első. Itt felmondtam a zárójelet. 3 a 2x plusz egyediken, a kitevőben csak x-es tag maradjon, ezért ezt úgy írom, hogy 3 a 2x-ediken, szer 3 az első. Itt 3 az x-ediken szerepel, itt pedig 3 a 2x-eriken. Szeretném, ha mindenhol 3 az x-eriken szerepelne, ezért ezt úgy írom, hogy 3 az x-eriken és az a négyzeten. Ugyanis itt a kitevőket össze kell szorozni, és x-szer 2 éppen 2x. Most már 3 az x-eriken szerepel itt is, és itt is, és sehol máshol nem szerepel az egyenletben x, tehát érdemes bevezetni a 3 az x-eriken helyett egy másik ismeretlen, például y-t. Y négyzet szer 3, meg 26-szor y per 3-ból 1 egyenlő 0. Ez egy másodfokú egyenlet, ez könnyedén megoldható, de azért a törtet eltüntetem. Megszorzok 3-mal, 3-szor 3 az 9 y négyzet, meg 26 y minusz 3 egyenlő 0. Megoldó képlet. Harminc hatszor három az 108 per 18. Elnézést, az 576 az nem 576, hanem 676. Ennek a gyöke 28. Az egyik gyök, az 2,18-et, tehát 1,9-et, a másik pedig mínusz 3. Ne felejtsük el, hogy az y-t kaptuk meg, de az eredeti egyenletben x volt az ismeretlen, ezért abba a sorba, ahol bevezettük az új ismeretlent, visszahelyettesítem a kapott y-t. Tehát 3 az x-eriken egyenlő 1,9-et, illetve 3 az x-eriken egyenlő mínusz 3. Pozitív alapú hatvány sohasem lehet negatív, emlékezzünk vissza a 3 az x-eriken függvény grafikonjára, az x-tengely fölött van, körülbelül így néz ki, tehát mindig pozitív értéket vesz föl, sohasem lehet negatív, tehát itt az x az a üres halmaznak az eleme, vagyis nem létezik ilyen x.
Ez pedig egy első típusú exponenciális egyenlet, tehát 3 az x-en egyenlő 1,9-el. Az 1,9-el az 3 a mínusz 2-en alakítható. A 3 az x-en függvény szigorú monotonitása miatt, méghozzá növekedés miatt, x egyenlő mínusz 2 a feladat egyetlen megoldása. És végül a P feladatot oldom még meg. Csupa-csupa 7-es az egész feladat, úgyhogy itt a 7-es lesz a közös kitevő, de a kitevőben ne legyenek x-et nem tartalmazó tagok, ezért leválasztom a kitevőből a nem x-es tagokat, tehát 7 az x-en szer 7 a másodikon, 7 az x-en szer 7 az elsőn, 7 az x-en per 7 az elsőn, törtek el fognak tűnni, nem kell beszorozni, mert héttel itt egyszerűsíthetünk, illetve itt is. Hét a nézeten az 49. Kétszer hét az x-en, mínusz kétszer hét az x-en kiejti egymást. Itt 49-szer 7 az x-en van, abból kivonunk 1-szer 7 az x-en, az 48-szor 7 az x-en. Nagyon 48, hát kapóra jön itt egy 48-a való osztás. A 7-es alapú hatványként írható az 1 is, 7 a nulladikon. A 7 az x-en függvény szigorú monotonitása miatt x egyenlő 0.